A Velencei tó érdekében első alkalommal tartottak tanácskozást a Gárdonyi polgármesteri hivatalban. A résztvevők áttekintették az eddigi velencei tavi fejlesztéseket, a kialakult helyzetet, a vízszintnövelés lehetőségeit és a vállalkozások segítéséről is szó esett. Ugye a Velencei tó az egyik legfontosabb turisztikai desztináció a megyénkben, Vármegyénkben. Az elmúlt időszakban általában az alacsony vízszint az, ami a sajtóorgánumoknak a fő vezér témája volt. A mai megbeszélés témája nyilván a vízszinttel is foglalkozik, de emellett egy tágabb vonatkozásban szeretnénk elindítani egy olyan folyamatot, amely alapján évről évre felülvizsgáljuk itt a közös tennivalókat, országgyűlési képviselő úr bevonásával, helyi polgármesterek bevonásával, civilek bevonatkozásával és minden jó szándékű ember bevonásával, aki a szeretett tavunk fejlesztésén dolgozni szeretne. A találkozót Tóth István Gárdony polgármestere szervezte meg, a megbeszélésre meghívást kapott a tó környékének 4 polgármestere, Teszeri Zoltán országgyűlési képviselő, Molnár Krisztián a vármegyei közgyűlés elnöke, a MOHOSZ elnöke, a Dunai-Poly Nemzeti Park igazgatója, helyi vállalkozók és Fanándor. Mint Tóth István mondja, a tanácskozásra nagy szükség volt. Mi úgy gondoljuk, hogy nem feltétlenül fontos ide a velencei tó térségébe más vízgyűjtőről vizet hozni, az egy óriási költség, a víz itt van. Azt a vizet, ami ide érkezik, és itt van a vízgyűjtőn, azt kell jól gazdálkodva beosztani úgy, hogy jusson is, megmaradjon is. Erre teszünk majd javaslatot. Kérjük a belügyminiszter úr segítségét, kérjük az országgyűlési úr, képviselő úr segítségét, hogy ezen az úton el tudjunk indulni. Mint Teszeri Zoltán a találkozón elmondta, a mostani sok csapadék megmutatta, hogy a természet segítségével van esély a vízszint jelentős emelkedésére, és a szakma még sok tanácsot adhat, új technológiák is rendelkezésre állnak, amelyeket lehetne hasznosítani. Vannak csapadékosabb időszakok Magyarországon, így a Velencei tó környékén is, az pont most van. Úgyhogy ezt ki kell használjuk, és a lehető legmagasabb szintet kell elérni a tónál, és be kell bizonyítani az, hogy az az óriás beruházás, az a 14 milliárd forint, ami a partfalnak a fenntartható rehabilitációját szolgálta, az nem volt kidobott pénz, mert az 30 cm-rel a szabályozási szintet megemelte, csak hogy azóta nem volt csapadék. Az országgyűlési képviselő hozzátette, idén akár elérhető a szabályozási szint is. Mint mondja, az ne legyen még egyszer, hogy 53 cm a Velencei tó vízszintje. A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tavaly január 23-án megkezdte a Velencei tó vízpótlását a Pátkai tározóból való vízeresztéssel, és március 3-án már 100 cm-es vízállást mértek. A Velencei tó mai, február 7-ei vízállása 129 cm.